Háború és migrációpárti gazdaságellenes koalíció jött létre Brüsszelben Manfred Weber vezetésével, ezt mondta Orbán Viktor a rádióban. Eredetileg más országoknak szánt légvédelmi eszközöket szállít Amerika Ukrajnának, Patriot rakéták százai juthatnak el az ukrán haderőhöz. Az év eddigi legmelegebb napja várható ma, Bács-Kiskunban és Csongrádban harmadfokú figyelmeztetés van érvényben. Több halálos áldozata is van az Alberto nevű trópusi viharnak, az ítéletidő Mexikót és az Egyesült Államokat is sújtja. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán Lantos Csaba vagyok. Jó napot kívánok! Háború és migrációpárti gazdaságellenes koalíció jött létre Brüsszelben Manfred Weber vezetésével. Ezt mondta Orbán Viktor reggel Berlinben a Kossuth Rádiónak adott nyilatkozatában. A miniszterelnök hozzátette, ebben a koalícióban összeálltak azok, akik továbbra is gyorsuló ütemben akarják belevinni Európát a háborúba. A migráció ügyében pedig ők a soros terv végrehajtói. Orbán Viktor arról is beszélt, a koalíció az adóemelés oldalán áll, tehát nem piacbarát, ami nem jó az európai gazdaságnak. Nincs szükségünk a zöldek vagy a baloldal edzőire a jogállamiságról. Mi, mint a néppárt és a CDU-CSU, Európa pártja vagyunk. És mi a jogállamiság pártja vagyunk ezen a kontinensen, és erre büszkék vagyunk. Emelte ki Manfred Weber az európai választások után Münchenben. A német politikus minden alkalommal szót emel az európai jogállamiság mellett, főként ha Magyarországról van szó. Engedjék meg, hogy mindenkit emlékeztessek, hogy a hetes cikkes jelentés elfogadásával az ország ellen szavaztam. Nem a Fidesz ellen, nem Orbán Viktor ellen, az egész ország ellen. Idézte vissza a német politikus szavait Menzer Tamás egy internetes videójában. A Fidesz kommunikációs igazgatója ennek kapcsán hangsúlyozta, vannak olyan politikusok Brüsszelben, akik ki nem állhatják a magyarokat, és büntetni akarnak bennünket. Nem Orbán Viktort vagy a Fideszt, hanem az egész országot. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakció vezetője ilyen. Háborúpárti, gazdaságellenes és migrációpárti koalíció jött létre az Európai Unióban, ezt hamarosan be fogják jelenteni, ennek az élén is a németek állnak, nem a kancellár, hanem a néppárthoz tartozó Manfred Weber úr. A baloldali pártok bejelentették, hogy egyességet kötöttek egymással. A magát jobboldalinak mondó, de a szövetség kötések esetében mindig balra elmozduló Európai Néppárt pedig csatlakozott a baloldalhoz. Értékelte az Európai Unió állam- és kormányfőinek hétfői informális munkavacsoráját Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Ők megállapodtak egy olyan programban is egyúttal, amely nem jó Magyarországnak, illetve amely különbözik a magyar emberek gondolkodásától. Ez egy háborúpárti koalíció. Tehát összeálltak azok, akik továbbra is, sőt gyorsuló ütemben akarják belevinni Európát a háborúba. Nyíltan beszélnek erről. Left. A politikai szövetség migrációs politikájáról szólva a kormányfő kiemelte, ők a soros terv végrehajtói. Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy Soros György már 2015-ben megírta, hogy minden évben be kell hozni 1 millió migránst Európába, és ennek finanszírozásához ő szívesen ad kölcsönt az európaiaknak. Az együttműködésre készülő politikai oldalak versenyképességi elképzeléseiről a miniszterelnök most azt mondta, a koalíció az adóemelés oldalán áll, tehát nem piacbarát, ami nem jó az európai gazdaságnak. Ki fogunk maradni a háborúból? Ezt is mondta Orbán Viktor reggel a rádióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Magyarország a békeszigete marad a közbiztonság, a szociális biztonság és a háború tekintetében is. A kormányfő emlékeztetett, az európai választáson az emberek világosan elmondták, nem akarják, hogy Magyarország részt vegyen a háborúban. Ugyanakkor miután itthon a békepárt nyert, a brüsszeli háborúpártiak azonnal egy példátlan bírságot vágtak a nyakunkba. Felszállásra készítik fel az orosz Su-34-es nagyhatótávolságú vadászbombázót. Az utolsó átvizsgálásnál azt is ellenőrzik például, hogy megfelelően vannak-e rögzítve a bombák. Ha mindent rendben találnak, kezdődhet a támadás.
Indulás után nem sokkal már be is mérik a célpontot, majd csapást mérnek az ukránok erődítményére és csapataira. A nyugat szinte folyamatosan szállít fegyvereket Ukrajnába. Az Egyesült Államok nemrég már azt is engedélyezte Kijevnek, hogy amerikai fegyvereket is használjon orosz területek támadására. Ennek ellenére Oroszország továbbra is jelentős tűzérségi fölényben van. Az amerikaiak vezetésével, Németország statisztálása mellett a nyugati világ le akarja győzni Oroszországot. A háború jelenleg arról szól, hogy Ukrajna tagja lesz-e a NATO-nak vagy nem, jelentette ki a miniszterelnök Berlinben a Kossuth Rádió műsorában. Rámutatott, a nyugat le akarja győzni Oroszországot, de úgy, hogy közben nem keveredik bele a közvetlen háborúba. A miniszterelnök hangsúlyozta, ez reménytelen. Szevasztopol, ami egy kikötő út a Fekete-tengerbe, ott akkor NATO zászló lesz, vagy orosz zászló lesz. Oroszok azt mondják, hogy hát most éppen orosz zászló van, és nem akarják kicserélni NATO zászlóra, és nem akarnak ott a határ mentén rögtön egy olyan Ukrajna mellett élni, amely a NATO teljesen fölfegyverzett, legmodernebb eszközökkel fölfegyverzett országa és hadserege. Erről szól a háború. És a nyugatiak ezt meg akarják nyerni. Iszonyatos pusztítás, árván maradt gyermekek, milliószám özvegyek és elvesztett életek. Jelen pillanatban itt tartunk, fogalmazott Orbán Viktor, aki kiemelte, a nyugati országok mégis egyre közelebb mennek a frontvonalhoz, és egyre közvetlenebbül avatkoznak bele a háborúba. Sok százezer európai ember, ukrán és orosz halt meg eddig. Föl fog nőni lassacskán több mint 1 millió olyan gyermek Európa keleti végében, akinek nincs édesapja. Vagy ha van, akkor munkaképtelen állapotban van a háború sérülései miatt. Ennek ellenére a NATO hónapok óta dolgozik azon a terven, ami az erősebb szerepvállalását hozná magával az ukrán-orosz háborúban. Ez magában foglalná egyebek mellett az ukrán katonák kiképzését és a fegyverszállítások koordinációját is, amellett, hogy 100 milliárd dollárt pumpálnának a konfliktusba 5 év alatt. Ez a szerelvény, ez a vonat, az európai szerelvény, ez a háború felé tart. Orbán Viktor emlékeztetett, az európai választáson az emberek világosan elmondták, nem akarják, hogy Magyarország részt vegyen a háborúban. Hozzátette, a NATO-nak lesz ukrajnai katonai missziója, de abban Magyarország nem vesz részt. Óriási fölénnyel megnyertük ezt a választást, tehát megtámogatták a kormányt, akkor én meg tudom húzni a vészféket. A vonat meg fog állni, és mi magyarok erről a vonatról le fogunk szállni. És ha nagyon erősek leszünk, és szerencsésen állnak a csillagok, akkor meggyőzzük a masinisztát, hogy ne csak a magyarok szállnak le, ne is menjen tovább. Most a minimális célt elértük, vészfék meghúzva, megállapodtam a NATO főtitkára, Magyarország leszállt. Orbán Viktor leszögezte, Magyarország a békeszigete marad a közbiztonság, a szociális biztonság és a háború tekintetében. A kormányfő úgy fogalmazott, a háborús nyomás jelenleg nem a NATO-ból jön, hanem az Európai Unióból. Ezt a csatát Brüsszelben kell megvívni. Sürgősségi alapon más országoknak szánt légvédelmi eszközöket szállít az Egyesült Államok Ukrajnának. A Fehérház nemzetbiztonsági szóvivője közölte, Patriot rakéták százai juthatnak el így az ukrán haderőhöz a következő 16 hónapban. A román kormány éppen tegnap jelentette be, hogy ha az Egyesült Államok pótolja a hiányt, akkor átadják Ukrajnának az egyik Patriot védelmi rendszerüket. A front északi és déli vonalán is egyre nagyobb nyomás alatt áll az ukrán védelem. A Harkiv megyei ukrán csapatok arról számoltak be, hogy ötszörös tűzerővel néznek szembe, Donyeck megyében pedig sorozatosan visszavonulásra kényszerülnek a védők. A leghevesebb harcok most Csaszív jár környékén dúlnak. A város elestével az oroszok előtt megnyílna az út a két közeli nagyváros, Kramatorszk és Szlovjanszk felé. Gyakorlatozni indul egy ukrán iskolásokból álló osztag. A fiatalok többsége 10 éves, de akad köztük olyan is, aki még a 10 évet sem érte el. Oktatójuk szerint fontos, hogy a gyerekek már kisiskoláskorban is képesek legyenek alapvető katonai feladatokat ellátni. Minden energiánkat a fiatal generációba kell fektetnünk, hiszen rajtuk múlik a jövő. Meg kell érteniük, hogy ők ukránok, akikre itt van szükség, hogy építsék az országot, mondta a csoport kiképzője. A gyakorlaton elsősorban a fegyverek kezelését, az összehangolt csapatmunkát és a harctéri mozgást tanulják. Ukrajna szerte több száz hasonló csoportban készítik fel a gyermekeket a hosszan elhúzódó háborúra.
Ukránként kötelességem megvédeni a hazámat. Azt gondolom, hogy meg tudnám állni a helyemet a fronton. Az alapokkal már tisztában vagyok, ami a későbbi kiképzésen jól fog jönni, mondta egy 16 éves fiú, akinek a szülei jelenleg is a fronton harcolnak. Egy idei törvénymódosítás 27-ről 25-re csökkentette a hadkötelesség korhatárát, de a fiatalok akár már 18 éves kortól is bevonulhatnak a hadseregbe. Az emberhiánnyal küzdő ukrán erők már elítélteket is besoroznak. Ebben az osztagban emberölésért, lopásért és garázdaságért börtönre ítélteket képeznek ki, akiknek azt ígérték, a háború végéig tartó szolgálatukért cserébe visszanyerhetik a szabadságukat. Vannak, akik a szabadságuk ellenére mégsem akarnak harcolni a hazájukért, próbálnak kibújni a kötelesség alól. Mi harcolni akarunk, meg akarjuk védeni az országot. Az elítéltek közül mindenki élt a lehetőséggel, mondta egy börtönviselt férfi. A fegyencosztagok 3 hónapos kiképzés után kerülnek a frontra, ahol rögtön a sokszoros orosz túlerővel kell szembenézniük. A Harkivi fronton küzdő védők beszámolói szerint az ellenséges csapatok tűzereje 5-szörösen meghaladja az ukránokét. A kijevi hadvezetés most ide összpontosítja a legütőképesebb erőit. Ennek azonban a déli front meggyengülésével fizetik meg az árát. A moszkvai védelmi minisztérium szerint csapataik az elmúlt hetekben több területet foglaltak itt el, mint tavaly egész évben. Az ukránok attól tartanak, hogyha Csaszivjár is elesik, akkor az oroszok előtt megnyílhat az út Kramatorszk és Szlovjanszk nagyvárosok felé. Az év eddigi legmelegebb napja várható ma az előrejelzések szerint, főként Bács-Kiskun és Csongrád vármegyében lesz nagy a hőség, de máshol is izzasztó idő van már most is. A hőségriasztás továbbra is érvényben van, a vörös kódot pedig meg is hosszabbították. Aki csak teheti, próbál vízparton felfrissülni vagy árnyékba húzódni. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon elég vizet. Árnyékolással és éjszakai szellőztetéssel igyekszik elviselni a meleget ez az idős házaspár Zalaegerszegen. Mindketten szívbetegek, így nehezen viselik a hőséget a társasházi lakásban. Reggel szellőztetünk, utána torna, utána mindenki megy a maga útjára, az erkélyre légzőgyakorlatot, én le a parkba sétálni. Ha visszajövök reggeli, utána meg aztán besötétítek. Az ország sok városában párakapukkal és ivókutakkal segítenek a járókelőknek átvészelni a hőséget. Péntek lehet ugyanis az év eddigi legmelegebb napja. Helyenként akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Már hozzá vagyok egyébként szokva a meleghez, 84 éves vagyok, úgyhogy sok ilyet megértem. Hát reméljük, hogy kibírjuk ezt a nyarat is. Jelenleg a Dél-Alföldön, valamint a Dunántúlon van érvényben vörös kódriasztás, amelyet vasárnapig hosszabbított meg a belügyminisztérium. A hajléktalanok egészségének megóvása érdekében hozott intézkedést az indokolta, hogy a napi középhőmérséklet az ország ezen részein várhatóan meghaladja a 27 fokot. Ilyenkor a szociális intézményeknek kötelező befogadni a bajba jutottakat. A Székesfehérvári Kríziskezelő Központ dolgozói folyamatosan fogadják a rászorulókat, valamint az utcán élőket is folyadékkal próbálják segíteni. Nincs ilyen korlátozás, ha tiltott, ha korlátozták korábban akármi vagy bárki az ellátást, kötelező befogadni, tehát itt nincs mérlegelés. Az biztos, hogy a vörös kód a más szociális intézményekre, tehát nem hajléktalan ellátó intézményekre is ró feladatot, amennyiben nincs megfelelő férőhely mondjuk a hajléktalan ellátó intézményben. Szakemberek arra figyelmeztetnek, a hőségben izzadáskor jelentős mennyiségű vizet veszítünk, ezért rendkívül fontos ennek pótlása. Nagyon nagy verejtékezésnél még a nátriumunk is csökken, ami még tovább rontja a szervezet valamennyi tevékenységét, és ezért még azt is szoktuk mondani, ha valaki iszik ilyen folyadékot, akkor kell hozzá, ha csak folyadékban gondolkozunk, és nem mondjuk egy kis sós rágcsában, egy kis nátriumot is bevinni. Hőség idején az is fontos, hogy 11 és délután 3 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Mindenki hordjon viszont sapkát, és még a városban is használjon magas faktorszámú naptejet. És most élőben kapcsolunk Szegedre, ahol már most nagyon meleg van, ilyenkor a belvárosban tényleg csak az tartózkodik, akinek nagyon muszáj. Kollégánk viszont bevállalta azt, amit ilyenkor egyébként nem lenne szabad, Peregi Dóra ott van a tűző napon. Hogy bírod?
Szervusz, köszöntöm a nézőket. Hát megmondom őszintén, nagyon nehéz kibírni így a déli órákban itt a napsütésben. Szó szerint perzselő a hűs őrség, és vakítő a napsütés itt Szeged belvárosában. Egyébként a mindig élettel teli sétáló utcája Szegednek most rendkívül kihalt, azt lehet mondani, és csak néhányan lézengenek itt a Kárász utcán. Egyébként a szakemberek is azt tanácsolják, hogy 11 és 15 óra között csak akkor tartózkodjunk a napon, hogyha ez nagyon muszáj. Nagyon fontos figyelni a megfelelő és bőséges folyadékfogyasztásra, valamint a megfelelő bőrvédelemre. Kenjük magunkat minimum 50 faktoros naptejjel. Egyébként itt a kihelyezett hőmérőn, amit itt láthatunk is, a hőmérő higany szála 35 fok fölé emelkedett, a délutáni órákban pedig a 40 fok körüli hőmérsékletet fogja megközelíteni a Celsius fokit Szeged belvárosában. A hét utolsó munkanapján egyébként több munkahelyen már otthoni munkavégzést rendeltek el. Aki azonban ezt nem teheti meg, annak nagyon fontos figyelni a megfelelő folyadékbevitelre, valamint az óránkénti akár 5-10 perces szünetek beiktatására. Nagyon fontos figyelni családtagjainkra, kiemelten a szív- és érrendszeri problémákban szenvedő családtagjainkra, valamint a gyermekekre és idősekre egyaránt. Élvezzük ki a napsugarakat, a napsütést, a nyári napokat, de szigorúan az esti órákban, és vigyázzunk egymásra. Peregi Dórának köszönjük, most már ti is menjetek árnyékba, és ígyatok egy kis hideg vizet, frissüljetek fel. Kapcsolunk tovább Zalaegerszegre, ott van Nagy Jenő. Hát te strandon vagy, azért sokkal kellemesebb, mint a tűző napon egy város főterén állni, de gondolom te is inkább csobbannál egyet. Így van, jó napot kívánok, pontosítanék, egy strandon vagyok a tűző napon, amíg mások a Hullám medencében élvezik a 27 fokos vizet, itt az Aqua Cityben, Zalaegerszegen. Ugye még nincsenek túl sokan, 11 órakor nyitott a strand, ugyanakkor folyamatosan érkeznek ide a vendégek, ugye egy kicsit kevesebb emberre számítanak még a mai nap folyamán az iskola miatt, mint amennyi szokott lenni, de a hétvégén már elmondták nekünk, hogy csúcsokat fog dönteni a látogatószám, ugyanis rendkívül jó idő lesz, és nagyon vágynak már az emberek arra, hogy egy kicsit csobbanjanak, strandozzanak, végre itt a jó idő. Ugye sokáig csak esett az eső, most kisütött a nap, ugyanakkor ez a kánikula rengeteg veszélyt hordoz magában, ugye amire a vízben is oda kell figyelni, sőt, különösen a vízpartok környékén kell odafigyelni, mert a hűvös víz miatt egy kicsit elengedhetjük magunkat, és nagyon könnyen napszúrást kaphatunk, ugye a víz felszín lencseszerű hatása miatt, úgyhogy a strandon is különösen oda kell figyelni arra, hogy időközönként árnyékba húzódjunk, megfelelő faktorszámú krémmel bekenjük a bőrünket, így védve azt, és a folyamatos vízutánpótlást hát nem győzzük hangsúlyozni, nem véletlenül, itt is nagyon oda kell rá figyelni. Ugye ebédidő van, ilyenkor a strandokon általában lehet kapni lédús ételeket, de erre figyeljen oda mindenki, hogy kerülje el a csípős, fűszeres, nehéz, zsíros ételeket, inkább lédús, könnyed leveseket egyen, és azzal pótolja a vizet, az ásványi anyagot. Addig is itt a hétvégén mindenkit nagyon várnak az Aqua Cityben, jó idő lesz és kellemes víz is. Nagy Jenőnek köszönjük, és most már akkor csobbanjatok ti is egyet. Csak nem 1100 halálos áldozatot követelt idén a hadzs. Az iszlám szent mekkai zarándoklatain korábban többször is előfordult, hogy a tömegben az emberek halálra taposták egymást. Idén azonban nagyon sokan a hűség miatt vesztették életüket. A héten ugyanis csak nem 52 fokot mértek a Kába szentély közelében. Bár a zarándoklat már lezárult, sokakat még mindig kórházban ápolnak. A szaudi hatóságok szerint az áldozatok száma idén azért lett ilyen magas, mert túl sok előre be nem jelentett zarándok lepte el az iszlám legszentebb városát. Öt ember meghalt és több tucatnyi megsérült a Törökország délkeleti részén, több faluban is pusztító erdőtüzekben. Az egészségügyi miniszter összesen 44 sebesültről számolt be, 10 súlyos állapotban vannak. 4 mentőcsapatot és 35 mentőautót vezényeltek Martin városához. A tűz csütörtökön késő este keletkezett egy Diyarbakirtól mintegy 30 kilométerre délre fekvő területen, és az erős szél miatt gyorsan terjedt 5 falut érintve. Legkevesebb 4 halálos áldozatot követelt az év első trópusi ciklonja Mexikóban. Az ország északi részére nagy mennyiségű csapadékot hozott az Alberto nevű vihar, ami pusztító áradásokat okozott. Az ítéletidő az Egyesült Államok déli részét is elérte. Texas államban vészhelyzetet hirdettek, miután több partmenti település is víz alá került.
This is the road. Így néz ki az út, ahol elakadtam, mutatta be a teherautója alatt hömpölygő vizet egy amerikai férfi, miközben éppen jégeső esett. A fuvarozó egy autópályán haladt az új-mexikói Albuquerque közelében, amikor az ítéletidő megbinította a forgalmat. A kocsisor órákig vesztegelt az elárasztott úton, közben a sofőr több tornádót is megörökített. A viharos időjárás több helyen villámáradásokat okozott. Volt olyan település, ahol a hegyoldalról hirtelen lezúduló sár öntött el a házakat. Új-Mexikó államban ugyanis 10 éve folyamatosan szárassággal küzdenek, emiatt rendszeresek a búzót tüzek, a gyernövényzet pedig nem akadály a sárlavinának. Pánikba estem, próbáltam mindenkinek segíteni kijutni, közben a mentőegységek azt kiabálták, hogy meneküljünk, ne várjunk semmire. Nem volt idő összeszedni semmilyen holminkat, olyan gyorsan jött. Emlékezett vissza egy lakókocsi park vezetője. Bár az Alberto nevű ciklon még szerdán ért el az Egyesült Államok délnyugati részét, a partmenti településeken azóta is áradásokkal küzdenek. Texas állam vezetése csütörtökön vészhelyzetet hirdetett a magas vízállás miatt. Dallasból jöttem a családommal a texasi partvidékre vakációzni. Csak jól akartuk érezni magunkat, de nem tudtunk szórakozni, mert mindent ellepett a víz, és semmi sem a terveink szerint alakult, mondta csalódottan egy nő. A trópusi ciklon volt az év első olyan vihara, amely saját nevet kapott, a szokásokhoz híven az ABC első betűjével kezdve. Azonban az Alberto nem érte el a hurrikán erősséget, a szárazföld belsejében pedig tovább vesztett erejéből. Mielőtt elérte volna az Egyesült Államokat, a vihar Mexikó északi részén is heves esőzésekkel söpört végig. Monterrey városában is kilépett a folyó a medréből. Az ár több helyen elmosta az utakat, egy 15 éves fiú meghalt, amikor elsodorta az ár. Homokzsákokkal készültek az áradásra a Mexikó keleti partvidékén fekvő Tamaulipas államban. A védekezés azonban végül fölöslegesnek bizonyult, mivel a vihar a vártnál jóval kisebb mennyiségű csapadékot hozott abba a térségbe, amelynek a leginkább szüksége lett volna az esőre. Sokat küzdünk a szárassággal, mert nem tudunk hozzáférni a lagúnákhoz, ahol többet lehet halászni. Nem tudtunk bejutni, és akik tudtak, azok is sokat küzdöttek, mivel vontatniuk kell a csónakokat. Csak 2-3 halász jutott be, néhányan pedig már több mint egy hónapja nem fogtak semmit, magyarázta egy halász. A régióban nagyjából 8 éve küzdenek szárassággal, azonban az idei első nagy vihar sem töltötte fel vízzel a csatornákat. A halászok csónakjai így továbbra is a kiszáradt mederben vesztegelnek, több száz méterre a legközelebbi folyótól. Több halálos áldozata van Kínában is az áradásoknak, sokan eltűntek. A napok óta tartó esőzések miatt a déli országrészben pusztítanak az árvizek és a földcsuszamlások. Most kapcsolunk Pekingbe, Pap Fuzsinához. Mi most a helyzet az érintett területeken? Jó napot kívánok innen Pekingből. Helyi idő szerint péntek délutánig a napok óta tartó esőzések és áradások legalább 11 halálos áldozatot követeltek, miközben továbbra is több embert eltűntént tartanak nyilván. Péntek reggel több helyen is megemelték az árvízvédelmi és vészhelyzetkészültségi szintet, és még a napokban, főként Dél-Kínában pusztított a heves esőzés és árvíz, de közben már a kelet-közép-kínai Anhui és Hunan tartományokban is magasabb készültségi szintet rendeltek el, miután a kínai meteorológiai központ szerint a következő napokban egy nap alatt akár 50-80 mm csapadék is lehet. Anhui tartomány Huangshan városában például szerda estétől csütörtök estéig átlagosan 176 mm-t mértek, de egyik kerületében elérte a 405 mm csapadékot is. Tegnap késő estig itt 11 000 lakos kellett kimenekíteni. Több helyen utak is beszakadtak a nagy csapadék hatására, ami szintén megnehezíti a mentő munkálatokat, amik jelenleg is folyamatban vannak. Emellett sok térségben a víz és áramszolgáltatás sem működik, és hatalmas a közvetlen gazdasági kár is. Egyes helyeken például több mint 10 000 hektáron károsodtak a termények, míg máshol becslések szerint több mint 500 millió dollárnyi kárt okozott a szokatlan mennyiségű csapadék. Pap Fuzsinak köszönjük! Mintegy 4000 új munkahelyet hoz létre Kecskeméten a Mercedes, erről is beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, új modelleket és a hozzájuk szükséges alkatrészeket is gyártanak majd a városban. Orbán Viktor kiemelte, Magyarország számára a kulcskérdés a világgazdaság nyitottsága, amelyben Németország is a szövetségesünk.
A Mercedes most egy olyan beruházást hoz létre Magyarországon, ami 3800 kötőjel 4200 új munkahelyet jelent majd Kecskeméten. A miniszterelnök ezt a Kossuth Rádióban jelentette be, így hangsúlyozva a német-magyar gazdasági kapcsolatok fontosságát. Most még titokban 7 lakat alatt tartják azokat az új modelleket, amiket még nem mutattak be, de engem beengedtek, szigorú fegyveres őrizet mellett, és titoktartást fogadva megmutatták az új modelleket, amelyeknek egy részét, tehát többet közülük Kecskeméten fognak gyártani, és amelyek alkatrészeit is Kecskeméten fogják gyártani. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az egész német ipar, benne természetesen az autógyártás is, egy nagy technológia átalakuláson megy keresztül, és ebben a magyaroknak is lesz helye. A miniszterelnök hozzátette, ezért is tárgyalt a nagy német vállalatok, így a Mercedes vezetőivel is. A nagy technológiai fejlesztéseket tekintélyes részben Magyarországon hajtják végre. Így azon túl, hogy több ezer új munkahelyet hoznak létre, kiveszik a részüket az itthoni mérnök, illetve szakmunkás képzésből, és jelentősen hozzájárulnak a magyar gazdaság teljesítményéhez. Éppen ezért nagyon fontos a magyar részvétel a német gazdasági fejlődésben. Fenyeget bennünket egy veszély Európában, ez pedig a világ gazdaságának többi részétől való elzárkózás. A német-magyar gazdasági kapcsolatok jelentősége mellett az Európai Unió gazdasági lehetőségeiről is beszélt a miniszterelnök, aki úgy látja, a gazdasági bezárkózás hibás lépés lenne, Magyarországnak például elemi érdeke, hogy kivegye a részét a világkereskedelemből. Magyarország nem tud a mostani életszínvonalon élni, ha csak a 10 millió magyar gazdasági piacára számíthatunk. Ha nincs egy nagyon nagy piac, az egész világ nem áll rendelkezésünkre, nem tudjuk eladni a Magyarországon termelt termékeket, nem kapunk érte pénzt, és nem tudunk úgy élni, mint ahogy most, csak sokkal rosszabbul. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország számára kulcskérdés a világgazdaság nyitottsága, amelyben Németország is a szövetségesünk, hozzánk hasonlóan ugyanis ők is termelő ország, vagyis el kell adniuk a termékeiket a világban. Nonsens és szándékos hazugság, hogy Magyarország az Unió legszegényebb országa. Ezt írta a Nemzetgazdasági Minisztérium azzal kapcsolatban, hogy többen ezt mégis így állították be az Eurostat fogyasztási adatai alapján. A tárca kiemelte, rossz indulatú csúsztatás ezekből a számokból a szegénység mértékére következtetni. Hozzáteszik, az, hogy a magyar háztartások fogyasztása az uniós átlag 70%-át éri el, azt jelenti, hogy a magyar családok nem elköltik a jövedelmüket, hanem megtakarítják. A DK akár el is tűnhet a politikai palettáról, erről elemzők beszélnek Gyurcsány Ferencék választási veresége kapcsán. A DK ugyanis most fele annyi mandátumot szerzett az EP-ben, mint 5 éve. Az M1-nek nyilatkozó szakértő ennek ellenére úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenctől távol áll a lemondás. Kár lenne nagyon cizellálni a dolgot, mert egyszerűen is meg lehet fogalmazni, vereséget szenvedtünk a múlt hét végén. Fotelből értékelte a választási eredményeket Gyurcsány Ferenc. Elemzők szerint a júniusi EP választások egyik legnagyobb vesztese a demokratikus koalíció. 5 évvel ezelőtthöz képest felére csökkent a mandátumaik száma. Kik a felelősök? Le fog-e valaki mondani? Bárki, de hát legtöbbször nyilván az elnök neve merül ilyenkor fel. Bár a videó elején saját lemondásának lehetőségét is felvetette, Gyurcsány Ferenc szinte azonnal magyarázkodásba kezdett. Egy okostelefon beállítása, amikor megvettük, és még teljesen friss, hát nagyon sokaknak gondot jelent. Hát akkor hogyan ne lenne bonyolult, vagy hogyan lenne még ennél is bonyolultabb az a világ, amit politikának hívunk. A volt miniszterelnök a videó végére arra jutott, hogy vissza fogok jönni. A DK-ban kiépített személyi kultusz vissza fog ütni. Gyurcsány Ferenc videója után így üzent a tagságnak a demokratikus koalíció volt alelnöke a közösségi oldalon. Nagy Hussein Tibor 2018-ban hagyta ott pozícióját, akkor a pártból is kilépett. A volt DK-s politikus ezt most azzal indokolta, hogy szerinte Gyurcsány Ferenc és az őt minden körülmények között dicsőítő néhány vezető leválthatatlan a DK-ban, és bárkire, aki bírálja a párt vezetését, tucat szám támadnak rá az elvakult tagok. Nagy Hussein Tibor szerint 2018 óta, idézzük, önnön bűvületében él a párt vezetése és tagságának bigott része is, akik minden kevésbé súlyos bukást sikerként élnek meg. A volt alelnök azt írja, sem akkor, sem azóta senki nem vállalt felelősséget semmiért.
Nem tudom tagadni, hogy... Nem Nagy Huszein Tibor az egyetlen, a DK belső köreiből érkező politikus, aki kemény bírálatot fogalmazott meg a júniusi választási eredmény miatt. Néhány napja a Demokratikus Koalíció Gyulai alapítója, Leelősi Gábor arról írt egy nyílt levélben, hogy ő lényegében nyugdíjba küldené Gyurcsány Ferencet. Gyurcsány Ferencnél ne tegyünk úgy, mintha olyan politikai karakterről beszélnénk, akit nem ismernénk jól. A lemondás távol áll Gyurcsány Ferenctől, erről már a Századvég vezető elemzője beszélt az M1-en. Palócz André emlékeztetett, jó példa az Összödi beszéd, amely alapjaiban rengette meg a magyar politikai életet, Gyurcsány Ferenc a beszéd kiszivárgása után mégsem távozott azonnal. A 2006-os Összödi beszédet követő botránynál sem az volt a következmény, hogy egy politikai, akkor nagyon komoly bűn, amit ő elkövetett, annak nem egy azonnali felelősségvállalás és lemondás volt a következménye. Szóval azért az ő karakterétől szerintem igenis távol áll az, hogy ő rögtön és azonnal valamiért így felelősséget vállalna, kiállna és azt mondaná, hogy akkor ő elnézést kér, adott esetben megfontolja, hogy lemond. Pedig elemzők szerint a DK a választási vereség után akár el is tűnhet a politikai palettáról. A Magyar Nemzet úgy fogalmaz, a most hatalmasat bukó DK-MSZP párbeszéd összefogása 2026-os választásokra is szól. Így noha korábban úgy tűnt, hogy a Gyurcsány párt kebelezheti be a szocialistákat. Ha a három párt koalíciója nem kerül be az országgyűlésbe, a DK egyszerre semmisülhet meg az MSZP-vel. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait. Hankó Balázs kinevezett kulturális miniszter azt mondta, a magyar kultúrát mindenki számára elérhetővé, vonzóvá kell tenni, hiszen így válhat az élet mindennapi részévé. Kiemelte, a kultúrát meg kell óvni a 21. század hatásaitól. Egyszerre kell a népi kultúrát, hagyományainkat, az anyanyelv ápolását mindennapjaink részeként megtartani, és a magas kultúra alkotásait megvédeni mindazon hatásoktól, melyek manapság azt kikezdik. Hagyományaink, kultúránk, identitásunk, létezésünk legelemibb alkotója. Közös missziónk ugyanis nem lehet más, mint hogy nemzeti identitásunkat büszkén megőrizzük, és a magyar kulturális élet értékközvetítő szerepét megerősítsük. Magyarország meghatározó szerepet kap a nemzetközi olimpiai mozgalom megújulásában. Ezt mondta Szijjártó Péter Budapesten, amikor találkozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetőivel és 6 olimpiai bajnokkal. Jelenleg Sánkháj mellett a magyar főváros rendezi az új, modern, úgynevezett városi sportágak kvalifikációs versenyeit az idei párizsi ötkarikás játékokra. Budapest és Magyarország számára elismerés és megtisztelő is természetesen, hogy a nemzetközi olimpiai mozgalom megújulásában Magyarország, Budapest, a magyar sport, a magyar olimpiai mozgalom és magyar olimpiai tradíció is meghatározó szerepet kap, hiszen Sanghaj mellett Budapesten rendezi a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az új, modern, a nemzetközi olimpiai mozgalom megújítását biztosító sportágak kvalifikációs versenyeit Párizsra nézvést. Ez volt a híradó déltől, maradjanak, mert kezdődik a Nemzeti Sporthíradó, Bitman Emillel.